úgy emlékszem, mint a gyerekkorodban ismerkedtél meg a citerrel, hangszerrel. Te hogy emlékszel vele, hogy erre a hangszerrel való megismerkedésre? Összetoboroztak minket, ezt mentünk. Furcsa volt, de nem volt zenei előképzés. Nem volt zenei, furcsa volt, de végül megszerette az ember. Iskolába toboroztak titeket össze? Az iskolába, de azért mondom, hogy azt a nyolcadikba estünk széje. Hatodikig ment valahogy, akkor volt oktató válság is van. És hogy emlékszel vissza erre az új alakult, 20 évvel ezelőtti Citere zenekarnak az alakulására, arra a kezdeti időkre? Az jó volt, hogy újra lett szervezve. Az jó volt szerintem. Meg még a lánynak jó csapat is indult. Uh-huh. Meg maradt is végig. És az elmúlt 20 évben, amióta ez a zenekar él és virul, mi az, amire legszívesebben visszaemlékszel? Van-e valami esemény, vagy ami nagyon jól érintett? Biztos van sok pudafok, sok fellépés. Voltam meg nem annyira kötelező fellépés, de mégis szórakoztató volt. Pudafok, ez egy-kettő nagyon jó is. Lengyelországok jók voltak. Lengyelország szép is, meg jó is volt. Budafoki bornapok, amit mondasz, és a másik meg a Vengerszka-Gorkai Városi Fesztivál, ami... Ja, nem tudom, ebben a napok, amit szoktunk menni, a 3-4 napos. Az jók szoktak lenni. Ez jó is volt. Szép hely is volt, meg jó helyre jutottunk el. Sok helyre. Meg sokan meg is néztek minket. Igen. Az sok testvértelepülés volt, az sok települést megismertél, láttad a csapataikat, meg mindent, a kórusokat, meg mindent, zenészeiket. Uh-huh. És ez adott inspirációt is talán, hogy... Hát, ja, így van, ilyen töltődést, a töltődést adott. Igen. Ja, adott töltődést. Uh-huh. Jó van, és... Te hogy látod, hogy mit tudom én, a közeljövőben van-e valami célja az együttesnek, vagy hogy mit fogtok csinálni, vagy a távolabb jövőben látsz-e valamit, hogy mi az, ami... Szerintem a legnagyobb több mindig együtt maradni, a legnagyobb az együtt maradás. Hát, hogy mindig az mindig ilyen spontán jön a jövő cél. Hát most olyan bizonytalan a helyzet, most szerintem a túlélés a legfontosabb. Aztán, hogy utána mi lesz, ki tudja. Alapjában véve együtt vagyunk, ha valaki nem kever be, akkor maradunk. Szuper, ez a jövő. Na, oké. Okay.